Javában tart a választási kampányidőszak. Így a különféle pártok járják az országot és promotálják saját jelöltjeiket. Február 23-án az MSZP párbeszéd képviseletében Karácsony Gergely látogatott városunkba, ahol bemutatták a helyi választottjukat is. Dübörög a kampányidőszak. Minden párt harcol a kormányra kerüléséért, saját nézetei érvényre juttatásáért. Az MSZP koalícióra lépett a párbeszéddel, és együttes erővel kívánják letaszítani a trónról a jelenlegi vezetést. Városunkba látogatott miniszterelnök jelöltjük Karácsony Gergely, párt és jelölt bemutató keretein belül. A Bocskai Rendezvényközpont zsúfolásig megtelt, ahol először Holoda Attila beszédét hallgathatták meg az érdeklődők. Alpolgármesterünk felhívta a figyelmet az április 8-ai szavazás fontosságára. És az, amit én ebben képviselek, hogy mindenki menjen el választani, mert ez most a legfontosabb, hogy minél többen menjünk el. Az is, aki úgy gondolja, hogy nem olyan fontos nekem ez a politika, az is menjen el, mert mindannyiunk életét megváltoztatja az, ami jelenleg az országban van, és ami azután jöhetne, hogyha hagyjuk ezt a mostani kormány továbbiakban regnálni, ez így tovább nem mehet, ezért mindenkinek el kell, hogy jöjjön. Én úgy gondolom, hogy ebből a tömegből, aki most itt ebben a Bocskai rendezvénycsarnokban összegyűlt, bizakodóak lehetünk. Én hiszek abban, hogy mindenki, nagyon sokan el fognak menni választani, és mindenki elvisz magával még annyi embert, amennyit csak tud. Ön szerint Szoboszlónak milyen változásra van szüksége? Hát először is szükségünk van egy olyan országgyűlési képviselőre, aki Szoboszlóért ténykedik, ugyanis a jelenlegi, azon kívül, hogy én őt nagyon kedvelem, ő egy nagyon rendes, aranyos ember, aki szeret ott lenni mindenféle avatásokon és vacsorákon, de egyébként Szoboszló érdekében még nem hozott nekünk semmit. Hogyha most csak azt veszem elő, hogy például Hajdú-Szoboszló az iskolák elvétele után 200 millió forintot fizet be a kormánynak elvileg arra, hogy az iskoláinkat rendbe tartsák, miközben Debrecen ugye a picurka város, hogy csak 75 milliót. Kíváncsi lennék rá, hogy például a Hajdú-Szoboszló iskolák mennyit kaptak meg ebből a 200 millióból, és ennek mondjuk utána nézze a mi országgyűlési képviselőnk. Vagy mondjuk hasonlítsuk össze, hogy csak Hajdú megyében, a választókerületekben ki mennyi pénzt hozott a saját területének, és ehhez képest Bordó úr szinte semmit nem hozott. Hajdú-Szoboszlónak meg kifejezetten alig-alig. Azt a néhány pályázatot, amin elindultunk, és azok közül is általában valamilyen meghúzással sikerült pénzt elérni, hogy azért még az se, a szánkízét is egy kicsit megkeserítsék. Én úgy gondolom, hogy változásra van szükség, olyan képviselőre van szükség, aki rusztol ezért a városért, aki kihajtja ennek a városnak, ami nekünk jár. A miniszterelnökségért induló Karácsony Gergely felszólalásában minősítette a jelenlegi kormányt, majd összefoglalta, milyen változásokat szeretnének eszközölni hazánkban. Magyarországon meglévő sok-sok nyomasztó igazságtalanságokat megpróbáljuk szépen megváltoztatni, és hogy végre a politika azzal foglalkozzon, amivel alapvetően foglalkoznia kellene, hogy nem démonokkal vagy ellenségképekkel vitatkozik, hanem valódi problémákat oldja meg, a magyar oktatás helyzetét, a magyar egészségügy helyzetét, a magyar vállalkozások helyzetét, a magyar nyugdíjasoknak a helyzetét. Ezer tennivalója lenne a magyar kormánynak, de az elmúlt 8 évben nem ezzel foglalkoztak, hanem a saját hatalmukat és a saját vagyonukat gyarapították. Ezzel kell szakítanunk, és el kell mondanunk az embereknek újra és újra azt, hogy a politika az egy szolgálatot jelent, és hogy mi olyan politikusokat ajánlunk, akik szolgálni tudják ezt az országot, akár helyben, akár az országos politikában. Ezek az elvek, amik a gyakorlatban úgy tudnak megvalósulni, hogyha például csökkentjük az alacsony keresőteknek az adóterhelését, megemeljük a minimálbért ezen keresztül, ha felzárkóztatjuk a nyugdíjakat, ha visszaadjuk újra az önkormányzatoknak az iskoláikat, és hagyjuk a pedagógusokat, hogy nyugodtan dolgozhassanak, vagy például egy jelentős béremelést hajtunk végbe az egészségügybe, mert ma a magyar ápolók a fel annyit keresek, mint a Szlovákiában dolgozók, és kezd összeomlani a magyar egészségügyi rendszer, hiszen nincsenek szakemberek, akikre számítani lehetne. Ezek az a kormány következő lépései kellenek, hogy legyenek a következő kormányainak, és akkor utána még ezer más apró lépéssel lehet építeni egy olyan országot, ahol az emberek igazságérzetét jobban tudjuk szolgálni, és ahol nincs ilyen óriási különbség első és másodrangú állampolgárok között, nem a kevesek gazdagodásának, hanem a sokak gyarapodásáról szól az ország. A párt Dede Tamást indítja jelöltként városunkban, aki már évek óta élen jár a politikai életben. És Karácsony Gergely szerint a leghasznosabb emberünk tud lenni a következő parlamentben. Elmondtam majd a bemutatkozásomban is, hogy én már régóta foglalkozom közélettel, ingyen és bérmentve. Nem voltam hivatásos politikus,
csak felelős állampolgár, egyszerű civil, aki úgy érezte, hogy nem jól mennek a dolgok ebbe az országba, és változtatni kell. Én soha nem törekedtem arra, hogy ebben a változásban egy vezető pozícióban legyek. A sors most mégis így hozta. Én bízom benne, hogy nem véletlenül. A fórumon lehetőség nyílt kérdéseket feltenni. Sok téma felmerült, többek között a párton belüli nők és férfiak arányára, munkahelyteremtésre és a migráns kérdésre voltak kíváncsiak a helyi lakosok. De más egyéb témakörrel is szembesül nap mint nap Dede Tamás. Nem sokat alszom mostanában, és az következő másfél hónapban sem fogok sokat pihenni. De nem érzem tehernek. Sőt, úgy érzem, hogy energiával tölt fel az egész. Jól esik embereknek segíteni. Karácsony Gergelyhez csatlakozva azt tudom mondani, hogy szolgálatra jelentkezem. De jót, az egészségünknek sem.